Nincs ennyi hely a kezem, az ölemben. Sziasztok, Matilda vagyok, és a mai videó a könyvkemping TBR videóm lesz. Ugyanis idén is megszervezte ezt a könyvkempinget, és van nálam egy kupac könyv, azért nyögök így. És az idei tematikában egy űrhajón leszünk, és ott kell így életben maradnunk, és ennek érdekében kell céheket választanunk, és ahhoz a céhez kell majd olvasni, hogyha ugye azt a mesterséget kitanuljuk, akkor fontos része leszünk az űrhajó csapatának. Az én céhem az, amit legalábbis amit választottam, az az akik ajtókat nyitnak cé, és a választásom nagyon egyszerű volt, azt választottam, amihez leginkább van könyvem, és valószínűleg lesz kedvem olvasni is azokat a könyveket. Szóval ez egy no stress readathon, és nekem nem kell a stressz, úgyhogy én így próbáltam úgy összeválogatni az egészet, hogy abszolút no stress legyen. És nemrég volt ebből egyébként a bejelentő live, amit idebe fogok linkelni, ott igazából minden fontos információt megtaláltak a campingről, ami ajánlott, hogy a leírásban meg lent van a Discord csatornának a meghívója, és hogyha még nem vagytok fönn Discordon, akkor azért érdemes, mert az a legaktívabb felülete az egész könyvkempingnek. Ezen kívül Instagramon meg olyan is természetesen elérhető, meg van egy TikTok fiók is, de a Discord a legaktívabb, meg ott az a legmegfelelőbb felület így a beszélgetésre, meg a közösség építésre, úgyhogy erősen ajánlott, de nem kötelező nyilván a Discord sem. Nézzük is, hogy miket fogok olvasni a könyvkempingre, amit az ajtókat nyitnak célról így pluszba tudni kell, hogy 5 darab történetet kell elolvasni, legalább 2 különböző pontot kilőve, ahhoz, hogy teljesítsem. Tehát ez azt jelenti, hogy nem muszáj mindegyiknek könyvnek lennie, minimum 3-nak könyvnek kell lennie, amiben beletartozik a képregény, meg a kisregény is, a másik 2 meg lehet novella. Szóval, hogyha nagyon soknak érzem, akkor egy-két moskát tanít a novellát. Vagy hát egyébként van Rainbow Rowell-es novellás kötetem is, van Hotbelly krónikás novellás kötetem is, szóval be tudok tolni bármit, hogyha úgy alakulnának a dolgok. Nézzük a TBR-t. Az első pont az az, hogy fantasy. Na most fantasyra nyilvánvalóan van egy csomó könyvem, úgyhogy ide gyakorlatilag bármit el fogok számolni, amit máshova esetleg nem tudnék. Viszont így dedikáltan a fantasy pontra Vera Brosgoldtól választottam az Ánya kísértetét, minthogy ez egy ilyen fantasy kis képregény. És hát nyilván mivel képregény gyorsan ki lehet olvasni, szóval ez nyilvánvalóan nem egy megterhelő olvasmány lesz már, mint oldalszámban, és de jól néz ki. Még nem olvastam, tavaly könyvkempingnek a kuponjával vettem, és még nem olvastam, úgyhogy mi jobb alkalom, mint hogy most elolvastam az idei könyvkempingre. A második az, hogy egy történet sárkányokkal. Erre van bőven lehetőségem, úgyhogy erre a Wings of Fire következő részét választottam, ami a Talons of Power, már a következő részét, amit még nem olvastam. Valószínűleg hangos könyvben fogom tudni ezt hallgatni, mert hogy hát multitasking, igen, szóval ugye megvan fizikaiban is, de eddig minden Wings of Fire könyvet gyakorlatilag hangos könyvben hallgattam ki, mert túl jó a hangos könyv. És ez az utolsó előtti része a második felvonásnak, úgyhogy és már nagyon izgalmas dolgok lesznek, úgyhogy igen. Szerintem ezt így majd a kemping kezdetekor elkezdem hangos könyvben, kemping végéig nagy valószínűséggel ki is hallgatom. A harmadik az az, hogy egy portál fantasy. Nem sok ilyen könyvem van, viszont van egy, ami nagyon régóta megvan. Nem biztos, hogy el fogom olvasni, mert 7 pont van, és ugye csak 5 sztori kell, és nem muszáj, hogy mindegyik ponthoz legyen az 5-ből, szóval gyakorlatilag, ha már ezt a 2 elolvasom, és csak azon kívül még olvasok 5 könyvet, akkor gyakorlatilag azzal is teljesíthetném. Szóval a Portál Fantasyra a 10.000 rajtót választottam most ide, mert ez már nagyon régóta megvan. Tavaly előtti könyvhéten vettem, és nagyon szép ez a könyv, és hát, ha most végre elolvasnám. Nem tudok amúgy róla semmit, csak szép, és Fruzsi szereti, és ez nekem elég indok volt ahhoz, hogy megvegyem könyvhéten. Még lehet ezt is rábeszélt, mint hogyha ezt ott lett volna, és mondta volna, hogy ez kell nekem. Vagy rosszul emlékszem, már nem emlékszem. Úgyhogy hát ha belefér, akkor elolvasom. Ha nem fér bele, akkor majd máskor. A következő az az, hogy egy díjnyertes
egy dínyertes történet, bocsánat, csak úgy, dínyertes történet. Ide a könyvkemping egyik közös könyvet fogom olvasni, ami az emberek legtitkosabb emlékezete, amit nem tudok megmutatni, mert még nincs meg, de ezt a könyvet szeretném erre a pontra olvasni. Azonban ez egy 400 plusz oldalas non-fiction kötet, ami rizikós, még úgyis, hogy a könyvkemping az február 11-től február 25-ig fog tartani, tehát 2 hét lesz, és 3 hétvége lesz benne, de azért egy non-fiction kötetet más tempóban olvasok, mint egy nem non-fiction kötetet, úgyhogy az is lehet, hogy ezt a könyvet el fogom kezdeni előbb, és akkor nem tudom elszámolni erre a pontra, mert hogy ugye ez egy díjnyertes kötet, hogyha úgy, annak érdekében, hogy részt tudjak venni a kibeszélőn, nyilván azért akarom elkezdeni előbb, hogy be tudjam fejezni. De hogyha nem, tehát hogyha el kell kezdenem előbb, akkor a díjnyerteshez tudom a cserkesztereket. Ott van, kis plecsni rajta. Az ugye a cserkeszterek második része, amit én olvastam már angolul, de ez a magyar. De az is lehet, hogy akkor már olvasom az elsőt is mellé, mert hogy ugye az első kettő az kapcsolódik egymáshoz. Szóval a cserkeszterek a... Elnézést, éhes vagyok, nem reggeliztem. Szóval, hogyha az emberek legtitkosabb emlékezetét elkezdem előbb, akkor a cserkeszterek lesz erre a pontra elszámolva. Vagy az első rész, vagy a második, vagy mindkettő, nem tudom még, ahogy kijön. Szóval gyakorlatilag lehetne ezt az egészet teljesíteni, ha csak képregényt olvasnék. Oké, hát mi egy Isten, van egy olyan pont is, hogy képregény, úgyhogy ehhez nyilván egy képregényt fogok mutatni, ami pedig a Lord Olympus második kötete lesz, amit szintén megvettem, de még nem olvastam, mert már olvastam webtoonon angolul, de hát túl szépek ezek a Lord Olympus kötetek ahhoz, hogy ne vegyem meg őket, úgyhogy igen, és közben lassan fel is zárkózok a lemaradásommal online a Lord Olympushoz, úgyhogy, de még hát ehhez is el kéne olvasnom az első részt, mert úgy az igazi, hogy így egyben olvasom, de mindegy, lehet, hogy a végén képregényekkel gyakorlatilag ki fogom lőni az egész kempinges teljesítményemet, ami nem baj, valljuk be. Remélem, hogy nem fognak leborulni, hogy most másik sorrendben van. Oké, a következő rész, a következő szempont az az, hogy egy sorozat folytatása, amire nyilván jó a Cserkeszterek 2, jó a Lord Olympus 2 is, meg jó a Wings of Fire is, ha nagyon el akarom rá számolni valamelyiket, mert mondjuk felborul a rendem. Viszont amit szeretnék rá, az Marissa Meyertől a Winter, és bár ez egy féltégla, gyakorlatilag, annyi jó pontja van, hogy ezt bazi gyorsan lehet olvasni, tehát, hogy az első részt másfél nap alatt olvastam ebből a sorozatból, a másodikat körülbelül egy nap alatt olvastam, a harmadik kicsit tovább tartott, de az is úgy volt, hogy nagyobb falatokban olvastam, és esetleg kicsit több idő eltelt a kettő között, mert nem volt időm olvasni, úgyhogy nem aggódok amiatt, hogy ezzel bajok lesznek. Még ha nagyon vastag is. De egyébként az is lehet, hogy az emberek legtitkosabb emlékezete helyett ezt a Wintert fogom elkezdeni. Előbb nem tudom, most nagyon olvasnám a Wintert. És az utolsó pont az ajtónyitók között az, hogy egy fantasy történet, amelyben iskola van, és ide tudnék, vagy hát ide van több könyvem is, ami jó lehet. Az egyik ez a féltégla itt, de ez a féltégla, de hát az esélytelen. Egyelőre Natalia Sherbától az óra nevet írtam be ilyen konkrétabbnak magamnak, mert hogy... Amúgy még lehet, hogy a Wings of Fire rész is jó, mert abban is van iskola. Az első rész biztos jó lenne az iskolára, de azt már ugye olvastam. Szóval az előző részben, a harmadik részben, ami az óra torony volt, azt hiszem, abban iskolába mentek, és nem tudom, hogy ebben a részben mennyire van benne az iskolájuk, de ha benne van, akkor el tudom számolni ezt a könyvet, ha elolvasom, de nem tervezek minden pontra olvasni egy könyvet igazság szerint, mert no stressz, és mert nem akarom magamat olvasási válságba se taszítani. Úgyhogy így felírom magamnak, ha lesz kedvem, időm és belefér, akkor ez el lesz olvasara a pontra, és reméletek el is számolható, mert mondom, nem vagyok benne biztos, hogy benne van az iskola ebben a kötetben. És akkor ide teszem ezt is. Szóval ez a könyvkempinges TBR-om. Jó, van, mindjárt megyek ebédelni a csit. És ez lesz idén az első könyvkemping, amint vlogolni is fogok, mert eddig, hát nem tudom a tavalyit miért nem vlogoltam, mert igazából a vizsgai időszakban volt, tehát ráértem volna azt is vlogolni, de nem tudom, nem volt rá kedvem, vagy valamiért. Ezt a könyvkempinget, az igen, most szeretném vlogolni. Úgyhogy most ez ilyen teljes camping experience-t szeretnék csinálni. Mert ugye én az elsőn abszolút nem vettem részt, a másodikon csak így nagyon megúszós TBR-om volt. A harmadikon rendesebben részt vettem, aminek nagyon örültem, mert nagyon-nagyon jó volt végre jobban részt venni a kempingen, viszont most idén fullba szeretném nyomni. Ráadásul most
úgymond van egy kis kontribúcióm is, az van egy kis hozzájárulásom is a kempinghez, ugyanis, mint hogy én nemrég végeztem egy frontend fejlesztői képzést, hát csináltam egy ilyen könyvkemping appot, egy könyvkemping honlapot gyakorlatilag, amint fönn el lehet olvasni az egésznek a leírását, vannak listázva események, és hogyha regisztrál az ember, akkor be tudja jelölni a C7-t, és hogy milyen könyveket szeretne olvasni. Megvannak a korlátjai az én tudásomnak is, szóval nem tökéletes nyilvánvalóan, meg én ugye frontendet tanultam, és az adatbázis része az abszolút nem tökéletes, még úgy is, hogy előre elkészített adatbázissal dolgozom, csak az adatfeldolgozásom az olyan, amilyen. Tudjátok, aki programozott már, az tudja, ez olyan, hogyha működik, akkor nem nyúlunk hozzá, mert akkor az úgy jó. Igen, szóval vannak ilyen dolgok, ami miatt nagyon nagy most benne az olvasási adatforgalom, és közben végig korog a hasam. Szóval lent fogom, szerintem a könyvkempingnek van egy ilyen linktree-je, azt lent fogom hagyni még a leírásba, de tényleg Discordra a legérdemesebb becsatlakozni, ott van a legtöbb interakció gyakorlatilag. Igen, és nagyon várom a kempinget. Meg a lila kempinges tatit. Nagyon örülök, hogy idén lila a kempingnek a színe. Úgyhogy gyakorlatilag február 11-től ez lesz a program, hogy könyvkemping. Nagyon sok program is lesz egy csomó read-in, YouTube-on is, Discordon is lesznek, Insta kihívások lesznek, lesz könyvkemping találkozó élőben, Pesten. Úgyhogy igen, nagyon izgalmas lesz ez az idei kemping, és már nagyon várom. És nagyon be vagyok tőle zsongva. És nagyon várom, hogy olvassak is hozzá. Igazából egy csomó olyan könyvet tettem a TBR-be, amit már most szeretnék olvasni, csak hogy éreznem a motivációt, úgyhogy igen. És annyira jó, mert ez egy olyan szép nagy közösségi építő program lett, meg nagyon sokan részt is vesznek benne, úgyhogy ráadásul lesznek ugye zseniálisak az alapötletei, amit hozzá passzint a könyvkempingnek, eddig ugye mindegyiknek más volt a tematikája, és zseni. Szóval igen. Csodálatos ez a könyvkemping koncepció, és imádom. Nem csodálom, hogy mindenki be van zsongva, én is be vagyok tőle zsongva. Köszönöm, hogy megnéztétek a videómat, hogyha tetszett, nyomjatok egy like gombot, és iratkozzatok fel a csatornára. Sziasztok, viszlát a következő alkalommal, és találkozunk a kempingen.